Mikor? Jótékonysági vitorlás versenyen láttak vendégül 24 korábban súlyos beteg gyermeket Balatonkenesén. A Szent László Kórház gyógyult betegeinek egy vitorlás versenyen szerveztek junior regattát. A szervező Ments Életet Alapítvány célja, hogy a gyermekek szórakozása mellett felhívja a figyelmet a véradás fontosságára is. Gyertek! Segítek, nem? Nem segít, nem? Jó, ugye? Jó, úgy, nagyon jó. Többségében a Szent László Kórház gyermek hematológiai osztályának gyógyult kis betegei érkeztek a balatonkenesei kikötőbe. Közülük betegségük miatt sokan még soha nem jártak a Balatonnál. 24 ifjoncnak egy nappal előrébb hoztuk a gyermeknapot, ugyanis a Ments Életet Alapítvánnyal és a Dr. Regatta vitorlás verseny szervezőivel együttműködve valósítottuk meg azt, hogy a korábban súlyosan beteg gyermek szerveztük meg erre a versenyre. Még egy páros, gyertek! Profi vitorlázók, köztük Litkei Farkas olimpikon és 10-szeres kék szalaggyőztes segítségével a gyerekek és kísérőik 5 hajón indultak útnak az ifjúsági vitorlás versenyen. Az erős széllel és a hullámokkal is meg kellett küzdenie a gyerekeknek. A bátrabbak a hajó kormányozását és a kabint is kipróbálták. Lement, és ott lent a függönyöknél néztem a vizet. A 2 évvel ezelőtt létrejött Ments Életet közhasznú alapítvány a jótékonysági rendezvénnyel a vér útjának utolsó fázisát kívánta bemutatni, ezért olyan gyermekeket hívtak meg, akik több egységvért kaptak gyógyulásuk hónapjai alatt. Most szeretnénk a vér útjának az utolsó fázisát bemutatni, és olyan gyerekeket hívtunk ide, akik nagyon sok vért kaptak azért, hogy ők itt lehessenek. A vitorlázás végén a verseny résztvevőit Kovács Lázár séf várta finom falatokkal.